Sziasztok! A mai vendégem egy vámpír lesz, méghozzá egy Amiga 600-ashoz való vámpír. Ez a Vampire egy Accelerator kártya, tehát egy gyorsító kártya, amivel igen szépen föl lehet turbózni a 600-as Amigát. Az érdekessége az, hogy ez egy FPGA-ba implementált processzort tartalmaz gyakorlatilag, és jelenleg úgy hirdetik, hogy a leggyorsabb CPU, ami még a 68000 szériát emulálja. Nem beszéltünk igazi processzorról, ez egy hardware-es emuláció, ami kicsikét ilyen furcsa hangzik, de ez ez. Kinyitjuk akkor, ami rögtön nagyon látványos, hogy még a fólia, amiben csomagolták, még is egy ilyen szép piros fólia. Nagyon jól néz ki. Ebből kell elővarázsolni a kártyát, ami nem a legegyszerűbb, mert jó szorosan van benne. De ha sikerül előszedni, akkor már is láthatjátok, hogy mit tud, milyen csatlakozók vannak rajta. Van rajta egy SD kártyahely, sajnos erről egyenlőre még nem tud bootolni. Van rajta egy HDMI kimenet, amit meg földriverrel tudunk használni. Van egy GTAG, ezen keresztül lehet programozni, abban az esetben, hogyha nem sikerülne a flash operációs rendszer alól. Illetve, ami még fontos, hogy hogyan csatlakozik a géphez. Ez az Amiga 600-as gyorsítókhoz illően a processzorra megy rá a foglalat. Tehát ez egy foglalat, amit fejjel lefelé nyomunk rá az alaplapon a processzorra. Ami még a dobozban megtalálható, ezt már előre kiszedtem, ez egy távtartó készlet, ez a felszerelésnél jöhet jól. Méghozzá azért, mert így már nem csak a foglalat fogja helyén tartani, hanem ezen a két ponton hozzá lehet fogadni az alaplaphoz is. Én már kiszereltem egy alaplapot, ugye erre fogom felszerelni, ez egy 600-asnak az alaplapja, és itt a CPU, ami egy sima 68000-es, és erre megy föl a foglalat, látható itt az egyes láb letörés, itt pedig itt az egyes láb letörés, és így kell ráhelyezni. Itt az egyik luk, és itt a másik luk, amihová távtartók fognak majd kerülni. Jó, ezt egy határozott mozdulattal középen kell megnyomni, addig, amíg rápattam. Jó, ez sikeres volt, és akkor most már csak a távtartókat kell fölcsaroznom. Oké, szóval felszereltem a Vampirt, és ami még érdekes az alaplapon, vagy érdekes lehet az alaplapon, az az, hogy magát a video encoder részt, ami a PAL jelet állítja elő, azt leforrasztottam és egy új chippel helyettesítettem, valamint eltávolítottam a modulátort. Ezt azért tettem meg, mert a HDMI kimenetet ide fogom kikötni, és így kompozit kimenet, RGB kimenet és HDMI kimenet is lesz majd a kis gépen. Egyenlőre várom ide azt a formát, vagy azt a tartót, ami a helyén fogja tartani a kimenetet. Amit még szeretnék megmutatni, hogy látható a két csavar, ami a helyén tartja a vámpírt. Ez sokat segített a stabilitáson. Jó, akkor lássuk, hogy ez hogyan teljesít a tesztek alatt, valamint milyen operációs rendszert is érdemes hozzá használni. Azt előre elárulhatom, hogy nem én hákoltam az oprendszert össze, nem én telepítettem, hanem kimondott a vámpírhoz tartozó Coffint, azaz koporsót raktam föl egy CF kártyára. Na, tartsatok velem, és folytassuk akkor a gép előtt. Az a tervem, hogy bemutatok nektek pár benchmarkot és játékot, és ön is úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni. Nem hajlandó ugyanis a kártya rebootolni, legalábbis, hogyha egy órát nyúzom, akkor utána nem indul újra a gép. Várnom kell egy kicsit, amíg visszahűl, és utána hajlandó elindulni. Egyrészt nagyon melegszik ez a chip, másrészt, ahogy fórumokon olvastam, a foglalat is lehet az oka, arra azt írják, hogy meg kell csiszolni. Mielőtt hozzányúlnék a vámpírhoz, előtte szerencsére találtam itthon olyan foglalatot, amelyik megegyezik azzal, ami rajta van. Így anélkül ki tudom próbálni ezt a csiszolós dolgot, hogy félnem kéne attól, hogy megsírol maga a vámpír. Ehhez szükségem lesz csiszoló vásznakra, hát van három fajtám, 320-as, valamint 600-as, közös azt hiszem 400-as, de végül is teljesen mindegy, egyik meg fog felelni arra, hogy lecsiszoljam.
Szépen látszik, hogy kezdem elérni a pinek szintjét, ennél tovább nem is érdemes csiszolni. Szépen rányom a CPU-ra. Ez annyira stabilan fogja, hogy akár az egész Amigát föl tudom vele emelni. Nagyon szuper. Akkor most következhet az éles, a Vampire csiszolása. Sajnos úgy néz ki, hogy nem volt elég megcsiszolni a foglalatot, hanem ki is kell teljesen cserélni. De mielőtt kicserélném, meg szeretném mutatni, hogy a bal oldali ez az a foglalat, amire cserélni fogom, ez már teljesen elő van készítve, és ez az eredeti. A különbség az az, hogy kivágtam minden ezeket a távtartókat, teljesen rá lehet tolni egészen a CPU-ra, a másik pedig, hogy ez már eleve meg van csiszolva, nem a kártyavegyűt kell magad csiszolgatnom. Oké, szóval beforrasztottam a foglalatot, de ez nem minden. Érdemes megjegyezni, hogy itt van egy ellenállás, emiatt a foglalatból ki kellett reszelnem egy kis darabot, de így most már nagyon szépen ül a CPU tetején. Amit még elvégeztem, ugyanis ezzel már stabilabbá vált a gép, 10-ből csak kb. 5 alkalommal sikerült újraindítani. Két kondenzátort forrasztottam még rá, ide és ide, ez a C3 és a C6 tetejére. Ez is egy ismert hiba, de elméletileg ezt a kártyát nem kellett volna, hogy érintse, sajnos belefutottam ebbe a hibába. Ezzel nagyjából végeztem is, szóval nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzak, legközelebb benchmarkok lesznek, sziasztok, és még nézzétek meg, ahogy rebootol az Amigán.